Kocintással, ünnepi beszéddel is köszöntötték Tóth Gáborné Erdő Zsuzsannát a 100. születésnapja alkalmából. A november 10-én este tartott köszöntésen Fúris László alpolgármester tolmácsolta az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett emléklapot, amelyet minden magyar 90. életévét betöltött szépkorú megkaphat. Tóth Gáborné részére 100. születésnapja alkalmától. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból önnek jó egészséget és további boldog életet kívánok. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnök. Fúris László köszöntőjében kiemelte, Zsuzsika néni a fiatalabb generáció számára egyfajta mintaképet jelent, aki hozzájárult munkájával ahhoz, hogy a városban a mai kor gyermeke minél kevesebb gonddal élhesse az életét. Az ünnepi köszöntésen Szolnoki Lászlóné anyakönyvvezető az ünnepelt pályájáról, illetve életének főbb állomásairól szólt. Elmondta, tisztelet és hála illeti Zsuzsika nénit, aki méltósággal, jó egészségben és erős jellemmel éli meg a mindennapokat. Pedig életét meg annyi nehézség próbatétel kövezte. A II. Világháború tragédiája a családjában is veszteséget hozott. Ekkor vesztette el férjét, illetve két kisgyermekének édesapját. Később ismét társra lelt, és több mint 4 évtizedet élt Tóth Gáborral harmóniában. Dolgozott a gimnázium konyháján is, és aktivitása mai napig jellemző. Példás időbeosztással, fegyelmezettséggel éli a mindennapokat most is. Rendkívüli a család szeredete, pozitív életszemlélete, kitartása is. És bár 2 gyermeke közül már csak 1 él, azonban 5 unoka, 10 dédunoka és 2 ükunoka szeretete veszi körül.